Üdv mindenkinek! Gondoltam, megmutatom, milyen volt a Syndicate 1993-ban, amikor is ugye legelőször megjelent. Ehhez szükségünk lesz egy DOSBox-ra, és a megfelelő paraméterekkel már is csinálok egy meghajtót. És hát nézzük. Akinek mond valamit a Cyberpunk kifejezés, az gondolom nem fog meglepődni, amikor is egy irtózatosan jó intrót mutatok nektek, ezt nézzétek. Na, ennek aztán van hangulata, cyberpunk feeling. Abszolút a jövőben vagyunk, de egyáltalán nem egy olyan pozitív jövőben, ez inkább olyan kizsákmányolós és elég sötét jövő, mint amilyen felé szerintem most tartunk. Vállalatok irányítják szinte az országokat. A történet nagyon egyszerű, mint látjátok, elütnek éppen valakit, azért, mert találtak egy megfelelő alanyt a legújabb kiborg kísérletre, azaz, hogy agy nélküli végül is gyilkoló gépeket alkossanak, mint látjátok, be is viszik ide, marha jól néz ki szerintem. És ez 93-ban készült, úgyhogy úgy nézzétek a grafikát. Szerintem ez egy baromi jó kinéző játék volt annak. Na, nézzük akkor, nem tudom, nem játszottam sokat a 2012-es verzióval, de szerintem nem ilyennel kezdődik, ez egy Leonardo device, berakják az embert és ugye meglátjátok, hogy mi történik, nem szaroznak igazából, lehúzzák a lábát, raknak rá egy keyboard lábat. Szóval ennyi, ezt játék közben is meg tudjuk csinálni, mindent kicserélnek az illetőn. Na, ez a jövő, és igazából nem azért, hogy szeressék, meg nem tudom, megbecsüljék az alkalmazottakat. Látjátok, hogy villag a fején mindenféle dióda. Hát ez egy agyatlan gyilkológép lett, megkapja a parancsot, menjen, kész, ennyi. Nekem valahogy furcsa volt, hogy elkezdődött a 2012, mert egy ilyen ügynököt játszunk benne, bla bla bla. Hát nem tudom, igazából nem erről szólt soha a Syndicate. De hát valahogy el kellett kezdeniük. No, de ne hasonlítgassuk össze az újjal, ez ugyanis teljesen más játék lesz. Megkapjuk a küldetést, és gyakorlatilag brutális lézercélzóval szétlövi a kamerát. Remélem kedvet kaptatok hozzá, még van pár percünk a videóból, pontosan 10 perc. Megmutatok egy pár pályát, meg persze az alapjátékot, szerintem rettentően addiktív, úgyhogy aki akar játszani vele, azt szerintem mindenképpen el fogja kezdeni ezután. No, tudunk társaságot csinálni. Rengeteg képből választhatunk, és színből természetesen, gondolom, nem ez a legfontosabb része a játéknak. Hoppá, na ez ismerős valakinek, ugye? Remélhetőleg. No, beírjuk a fantasztikus nevünket, a saját nevünket, és hát be kell, hogy valamit egy kicsit csalni fogunk, és a játék elindításakor éveket itt ülni előtte, ezért egy kis pénzmagot belenyomtam a társaságban. No, így néz ki a játék. Különböző kontinensek, ugye a világtérkép, a mi vállalatunk pedig ugye megpróbálja itt a az ipari kémkedést, a szabotálást, a bérgyilkosságot. No, hát kezdünk akkor Nyugat-Európában. Gyakorlatilag annyi, hogy ki kell nyírnunk egy ilyen tábornokot. Vagy ezredest. Ja. No, itt vannak az ügynökeink. Mikromanagerés ez aztán van ezerrel. Nagyon jó, van 4 ügynökünk. Mind a 4-et külön-külön fel lehet szerelni különböző fegyverekkel, itt jobb oldalt látjátok a fegyvereket, egyelőre ezekből lehet választani, de lehet kifejleszteni nagyon sokat. Hát, mint látjátok, van egy kevés pénzünk, úgyhogy mindenkit felszerelek mindennel, ugyanis játék közben ki fog fogyni a nagy részük. Ha bekapcsoljuk, akkor mind a 4-nek megveszem. Ugye a Persia the Throne, ez egy nagyon jó cucc, átállítja az embereket az oldalunkra, akik jönnek és harcolnak felünk, abszolút agymosottak lesznek. Ha jól csináljuk, akkor gyakorlatilag az egész várost át tudjuk állítani az oldalunkra. Jó, veszek még shotgunt. Ja, látjátok alul, hogy kis kockákba jönnek. Az a fehér csík azt jelenti, hogy annyi töltet van benne. Itt vannak a fejlesztések, a research, automata, heavy. Hú, nagyon jók vannak. Hát feljebb állítom, itt van értelmszerűen, a grafikon mutatja, hogy mikor lesz készen. Itt lehet ugye a
V1, tehát a V1 és verzió 2 és verzió 3-as tudóra is így megy följebb. Hát egyelőre még nem nagyon tudok mit kezdeni ezekkel. Elindítom a fejlesztést, majd talán a következő pályán már be tudom rakni. Igazából most is tudnék berakni. Talán ezek az egyes implantok annyira nem erősek még. Jó? Így emberi bérgyilkosokkal, és akkor nézzük, hogy mit is tudunk ezzel alkotni. A pályán ugye felülről irányítjuk az emberkéinket. Ha fegyvert választunk és előveszik, akkor mindannyian előveszik a fegyvert. Ez ugye egy nyílt agresszió mindenki ellen, tehát a rendőrök, az ellenséges ügynökök megtámadnak, de nem hiszem, hogy sok esélyük lenne. Igen, persze nem árt célozni sem. A fegyvereket fel lehet tőlük venni, vagy esetleg a követőink is fel tudják venni őket. Hát nem sok esélyük van egyébként egy ilyen halálosztag ellen. A térkép ugye bippel és mutatja is, hogy ott feljebb kéne mennünk. Én elindulok. És valamerre, ebben a kis házban van az ezredes, legalábbis ha jól mutatja a térkép. Úgyhogy fú, de jól néz ki a kocsi, azt nézzétek. Abszolút jövő, és ez is a jövő, legalábbis neki. Puff, ennyi volt, kivégző azt a 4 shotgun. Hát még a kocsit is elintézem. Ennyi. Nyertünk, no és ezt nevezem én üdv hadseregnek. Jó, hát akkor jön a következő action, azt mondja, hogy választok kutatást, ha minden jól megy, akkor talán már vannak új cuccaink. Igen, láb implantokból már ugye be tudunk rakni egy jobbat, már V2-t is kutathatjuk, a V3-at is. Értelemszerűen a legimplantektől gyorsabban futunk, a kézzel ugye nagyobb fegyvereket tudunk felvenni, vagy erősebbek vagyunk, blablabla, bla, bla, és így tovább. Értelemszerűen. Még beállítok pár kutatást, és a kutatások egyébként nagyon drágák, tehát érdemes rászánni az időt, mert én tényleg csak azért csaltam, hogy megmutassam nektek a játékot, egyébként nincs értelme a játéknak, ha csak pénz cheat-tel megyünk. Jó, na akkor berakok egy pár implantot, azt mondja, hogy látjátok, hogy külön-külön tök jó kis grafikával átalakítjuk az emberkét, gyakorlatilag mindenből lehet ugye fejlesztést adni neki. Minden mást tud, értelemszerűen az agy például több önálló reakciót, önálló gondolkodást, újabb útvonalakat, nem is tudom, nagyon sok minden van, de tényleg 1000 éve játszottam ezzel utoljára. Jó, hát 2 ügynököt szerintem átalakítgatok, csak úgy, amihez tartás véget, hogy mégis lássák, hogy kivel van dolguk. No. Ebben a küldetésben nagyjából annyit kell tennünk, hogy 2 kutatót meg kell győznünk arról, hogy csatlakozzon a mi társaságunkhoz, és már, hát igaz, ez nem kutató, de már sikerült valakit átállítanom. Jó, gyorsan megy, gyakorlatilag semmit nem kell csinálni, csak el kell sétálni mellette. Jó, és akkor induljunk felfelé, szerintem szépen lassan. És ha minden jól megy, akkor talán erőszak nélkül ezt meg tudjuk oldani. Selected.
Hát igen, ez talán így most még nem a legizgalmasabb, és ha jól látom, akkor az egyik ügynökön meghalt, hát valahol elveszítettük, de szerintem semmi gond, majd szerzünk helyette egy másikat. No, és akkor elindulunk felfelé. Igen, jobban szeretem a gyilkolós küldetéseket, bár itt is megtehetném, csak fölöslegesen nem akarom strapálni az ügynököket. Megmutatom nektek, hogy hogy működik a kocsi inkább. És már siklunk is. El is ütöttem valakit. Igazából a játék annyira brutális, hogy nincs tekintettel itt a dolgokra. Sőt, mi több, az autóból tudunk áttéríteni embereket is. Ez még viccesebb lesz. Mindjárt meg is mutatom nektek, hogy hogy. Majd elmegyünk itt a járda mellett. És megpróbáljuk elkapni ezt a fickót. Térkép nagyon... sikerült. Térkép nagyon hasznos. Látjuk, hogy bent van az egyik kutató. Itt egy balgomb megnyomásával kiszállunk. És már jön is a csatlósunk, csak nincsen fegyvere. Beszállt ő is. Na, érdekes. Na, húzzák ki. Gyerünk. Jó, és akkor bemegyünk. Itt vannak a rendőrök, ott fent látjátok őket. A rendőrök nem olyan kemények, az ügynököktől kell tartani, főleg, hogyha már ők is ilyen erősebb kiberimplantátummal rendelkeznek. Azért ne felejtjük, hogy itt cyberpunk világban azért. Ez egy alapkövetelmény. Jó. Bemegyünk, felvesszük a kutatót, és már mehetünk is a másikért. Nem tudom, hogy hogy kell esetleg benézni oda, de tök mindegy, klikkelgetek és már meg is van a hang. Megvolt. No, és jön az egyik kutató, már mutatja is a másikat, úgyhogy szépen bandába verődve elmegyünk. Arra kell figyelnünk, hogy ne kolbászoljon el a kutatónk, mert ezt előszeretettel megteszi egyébként. Jó, ez velünk van. És akkor... onnan jön abból a kisebb házból, minimális ellenállással találkozunk. A vége felé persze a játéknak már brutális harcok vannak. Tudjátok, kedvenc fegyverünk a minigantól kezdve, rakétavető, amit akartok. Mindennel lehet írtani az ügynököket. Jó, meg vagyunk, és ha nem baj, akkor én ugrok is a játék végére. És gyakorlatilag... már is evacuate opcióban elmegyünk a helyszínről. És akkor diadalmenet, csinnadratta, trombitaszó, 45%-os pontosság, hát most ez van, és egy ügynök meghalt. Ezt még megmutatom nektek, hogy hogy lehet ezt az ügynököt helyettesíteni. Megkezdünk egy új küldetést, elfogadjuk, természetesen nincs is más választáson, később majd több helyre lehet menni, rányomunk a 4-es helyére, látjuk, hogy nincsen senki. Ugye, hát meghalt, ott hagytuk. A csapatból, itt vannak az ügynökök, Morris, Taylor, legyen Taylor, legyen Szabó. Ez jó. És ennyi. Kivettük a Cryo Chamberből. Akkor ugyanígy beállíthatjuk ugye a fejlesztéseket, fegyvereket, modokat, és már mehetünk is gyakni. Próbáljátok ki mindenképpen, megéri. Köszi a figyelmet!